Üdvözlöm Önöket, a Miskolc Televízió programajánlóját látják, már is mondom a részleteket, tartsanak velünk! A Bartók Plusz Opera Fesztivál nagyszabású produkciókkal kápráztatja el a közönséget ezen a hétvégén. Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából először látható Magyarországon a Semmelweis című opera Boros Martin rendezésében szombaton este 7 órától a Nagy Színházban. Ezen az estén érdemes lesz kilátogatni a Szent István térre is este 8 órakor, hiszen Szarka Tamás, a Gimes együttes frontembere és Miklósa Erika közös produkcióját hallgathatják meg. A vasárnapi program unikumnak számít a fesztivál történetében, hiszen egy este alatt három Bartók színpadi mű kerül bemutatásra. A fából faragott királyfi, a csodálatos mandarin és a kékszakálú herceg vára. Az előadások vasárnap este 9 órakor kezdődnek a Nagy Színházban. Szintén a Nagy Színházban kerül bemutatásra az István a király című rock-opera koncertváltozata hétfőn este 7 órai kezdettel. Az ünnepi könyvhét rendezvény sorozat keretében szombaton délelőtt 10 órától elsősorban a gyerekeket és gyermeklelkű felnőtteket várják az Erzsébet téren. Itt lesz a Csodamalom Bábszínház, a Kisötlet gyermekszínpad és a Miskolci Állatkert és Vadaspark állatsimogatója. Lehet majd kóstolni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jóvoltából és kézműveskedésre is várják a látogatókat. Különleges ételek, nemes borok, kellemes zene és hangulat ezzel várják a látogatókat az első miskolci pikniken a Népkertben és a Vigadó teraszán vasárnap délelőtt 11 órától. A szervezők, a Miskolci Gastro Cluster nem titkolt célja, hogy erősítsék a minőségi vendéglátást a borsodi megyeszékhelyen. A kulináris élvezetet, a leves, a világbéke, a drótbisztró, a tókert, a végállomás bisztorant és a desszertem garantálják. Az italokról az organikus pincészet gondoskodik. Az Orosz Opera Óriásai címmel a moszkvai Bakhruszin Színház Történeti Múzeum időszakos kiállítását láthatják a Bartók Plusz Opera Fesztivál támogatásával. A tárlat megnyitójára szombaton délután 5 órakor várják az érdeklődőket a Színház Történeti és Színész Múzeumban. Kedves nézőink, ennyi fért a mai programpontba, köszönöm, hogy velünk tartottak, nézzenek minket hétfőn is a híradó után, programokban gazdag hétvégét kívánok, viszontlátásra! A műsor támogatója, a Tommy Hilfiger forgalmazója, a Roland Divatház.